Megrendeltem a weblap átalakítást, a kereső optimalizációt, sőt a Google kampányt is. És mikor lesz eredmény? Hadd mutassam meg egy kicsikét másként, hogy hogyan is érdemes erről az eredményről gondolkodni. Egy kicsit szokatlan választ adok, de talán a végén elégedett lesz. Mikor lesz eredmény az értékesítésben? De mitől is függ az elégedettségünk? Milyen eredmény tehet elégedetté? Először ezen kéne elgondolkodni egy kicsit, és meg is teszem. Mindig megnézem, számokat keresünk. Honnan indultunk? Menjünk le egy kicsit a mélyére, a kezdetekhez. Ha kell, búvárkodjunk is. Aztán megkapjuk az adatokat. A korábbi befektetéssel eddig mennyi hasznot szereztünk. Lépjünk innen tovább. Most már megnézhetjük, hogy hova tartunk. Ezzel a befektetéssel nagyjából mennyi hasznot lehet elérni az adott piacon? Ehhez már a Google adatokat ad nekem, az analitikával, az AdWords-el, a kulcsszóbecsővel és sok minden egyébbel. De máshonnan is szerezhetünk hozzá adatot. Viszont ahhoz, hogy milyen elvárásaink vannak, ez a két dolog még kevés. A tapasztalatom az, hogy nem csak a számok adják az elvárásokat. És ez így van jól. Nézzék csak, ki ez az úr? Tudnak róla valamit? Korának egyik legtekintélyesebb tudósa volt. Nézzék meg a szemét. Egy élettel teli, kifejezetten nyitott ember. A mai szóval élve a legjobban menedzselte magát. Jól feküdt, jól járt mindenütt kormányzatnál, nagy tőkénél. Egyedül ő kapott pénzbeli támogatást a repülőgép kifejlesztésére. És a nevét mégis alig ismerik. Sikerorientált ember volt. A Wright fivérek legnagyobb riválisa. Csak hogy Langley az a fajta ember volt, akit a siker jobban érdekelt, mint maga a repülő. Ezt Simon Sinek a Golden Circle gondolatkörében szintén megemlíti. A Wright fivérek sem a médiában nem szerepeltek olyan jó, se a befektetők begyűjtésében nem voltak olyan jók, messze nem menedzselték magukat olyan jól, mint az előbb említett Langley. Ők csak egyben voltak mások. Ők repülni akartak. És senki sem volt olyan kitartó. Senki sem lépett tovább a nehézségeken úgy, mint ők. Hát ezért a Wright fivérek, a repülés alapító atyai. Hol a plafon, ahol az eredmény és a költség optimalizálásban már nem akarunk tovább menni? Eddig és ne tovább. Ebben nem csak a matematika, hanem az előbb említett dolgok is számítanak. Mert az elégedettség valahogy így fogalható össze. Optimális befektetéssel, optimális eredményekkel érünk el. Ha túlzott felhajtást csapunk, az eredmény elmarad, csalódottak és kimerültek leszünk, anyagilag is. Ha alulvállaljuk magunkat, biztos nem jutunk oda, ahova szerettünk volna, és még az elégedetlenség is tartósan a miénk lesz. De hát akkor mekkora eredmény lesz? Kérdezik tőlem, miközben türelmesen hallgatnak engem. Igen. Hát például ilyen adatokat lehet összegyűjteni a válaszhoz, hogy milyen a természetes keresés. De miért nem elég csupán erre számítani? Mert az emberek beszélnek róla, értékelik, és nagyon erősen az emberi szótól, a véleményektől, a vélemények, a közösségek egymásra hatásától függ, hogy konvertálnak-e, bennünket fogadnak-e el, vagy másokat. Az eredmény, az elvárt eredményből akkor lesz valami, ha egy jó alapállásból jó elvárásokat támasztunk. Adok hozzá néhány kérdést, amire a válaszokat meg kell kapni, ha azt akarjuk, hogy elérjük azt az eredményt. A mikor az egy másik dolog, bár a válaszokban ott van a mikor is. Hogyan készül egy mai üzleti weblap, tudja?
Mennyi idő egy üzleti honlap felfuttatása? Mennyi napi munka az üzlet kommunikációja a honlappal? Minimum hány hónap Google kampányt kell folytatni a vevőkért? Hány megszólítás után vásárol a legtöbb vevő? Ugye ezt azokkal a motiváló értékesítési weblapokkal, amelyek azt ígérik, hogy automatizált ügyfélkövetés, automatizált vevőszerzés, weblap egy nap alatt és így tovább. Ugye ezeken a weblapokon ezekre nem kap választ. Pedig enélkül nem működik. És egyáltalán mennyit tud a konverzióról? Beszélhetünk erről is, akár egy kávé mellett, mondjuk Skype-on? És beszéljünk arról is, hogy biztos, hogy egy weblapot csak egyszer kell jól megcsinálni? És tudja, hogy éppen most mi a baj az online üzletével? Miért csökkentek le a Google hirdetésben egyes kulcsszavak teljesítményei a nullára? Miért esett vissza a weblap látogatottsága? Miért nem rendelnek a hét elején? És mi történt az eddig jól működő könyvelő program, számlázó program, PayPal rendszerrel, mintha valaki beletette volna a lábát? És biztos, hogy ugyanazok a mechanizmusok működtetik az új gazdaságot, amiket eddig már jól ismert. Jól ismerte a 70-es években, a 80-as években, a 90-esekben, és még talán a 2000-es év első évtizedében is némelyik jól működött, de ma már nem. Ez már kevés. Nagyon átalakult a piac, és nagyon átalakult a piacgazdaság. Ha ezeket az apró aknákat nem vesszük időben észre, ha csak egyre is hiányzik, vagy hibás választ adunk, akkor komolyan számíthat rá, hogy ott fogja elbukni az online üzletek. Jön a golyó, és kigolyóz bennünket. Pedig matematikailag is leírt, hogy milyen az optimális bowling golyó útvonal, amíg eléri a bábukat. Ezt már régen kitalálták, de önmagában technika, a technológia és a matematikai adatmennyiség kevés. Itt piacról, emberekről van szó, emberek elfogadási személyiségi kérdéseiről van szó. Olyan mechanizmusok működtetik a mai piacot, amelyre nem lehet a régi módon kérdéseket föltenni és a régi módon válaszokat adni. Ma a pontosan végzett munkafolyamatok folyamatos értékelésre és folyamatos optimalizálásra épülnek. Igen, próbáljuk leírni így a közösségi térben a vállalkozás üzletmenetét matematikailag. Ennyit befektetek, itt ennyit hirdetek, ennyi fog visszajönni. Ugye érzik, hogy ez lehetetlen, itt egy olyan erőteljes mozgás, egy úgymond majdnem kaotikus mozgás tér van. Pedig ezekben a hálózatokban van élet, sőt, a hálózatok életét kutatják, és ebben például az egyik magyar tudós, aki Amerikában él, de magyarul is megjelentek a könyvei, nagyon is élen jár. Amit jobb oldalon lát, az az internet hálózatok ábrája, az élet hálózata. És nyugodtan elfogadhatjuk a gondolatot tőle, hogy mostantól tudjuk igazán megérteni az emberi viselkedést. Az informatikai és kommunikációs hálózatok mutatják. Persze bizonytalansági tényezőkkel, de matematikailag nagy valószínűséggel leírható módon az emberek magatartását. A jövő kiszámítható. Súlyozott hálózatok között működünk a gazdaságban, a tőzsdétől, a kommunikációban, a mobiltelefoniáig, mindenhol. Ha ez nem így volna, akkor egy-egy adott internet cellában, illetve a mobil cellában nem volna elegendő az energia ahhoz, hogy ott mindenki tudjon beszélni, vagy éppen internetezni. Ezeket előre tervezniük kell, de ez már nem az én területem. Lényeg az, hogy igenis, mikor lesz eredmény, minden mérhető és minden tervezhető, csak egy kicsit másképp, és megint egy kis támaszt kapok. Ettől az úriembertől, ez az Omidyar, a Pierre Omidyar, ha jól ejtem a nevét, az EV alapítója. Övé a gondolat, övé a cég, övé
A milliárdos vagyon. És övé jó néhány olyan gondolat, amelyet azóta is szállóigeként fogalmaznak meg, pontosan a vállalkozók gondolkodás módjának támogatására. Csak egy-kettőt ragadtam ki. A fejlődés nem azonos a tökéletesség kereséssel. A változás, változtatás nem azonos a tétovázással, a bizonytalankodással, a határozatlansággal. És a hatása világra nem egyenlő az idealizmussal. Nem. Ezt ő maga is tudja, ezek a nagy gondolkodók, ezek a nagy vállalkozók igenis hatalmas hatással voltak a világra, az emberi kapcsolatokra. És a mai napig ennek tudatában is ezzel a felelősséggel élnek. Például dollár 100 milliókat költ arra, hogy az internet átlátható, az információk áramlása akadálytalan legyen, és hogy megvédje az embereket, az internet magánszférát romboló hatásaitól. Minden esetre az ő mondata most nekünk, ez az utolsó nagyobb segítség. Ha szereted és szenvedéllyel csinálod azt, amit csinálsz, az átvisz az akadályokon is. És ez a lényeg, hogy mikor kapunk eredményt? Hát kellenek az adatok, amennyi csak lehet, ami ahhoz kell, hogy biztonságosan a kockázatot a lehető legkisebbre vegyük. Kell a felkészültség. És kellenek a valós alapokra építhető elvárások. De mindez semmit nem ér kitartás, szenvedély és hit nélkül. Mert problémák lesznek. És lesznek kilátástalan helyzetek, amikor az adatok, a felkészültség és az elvárások valahogy alapot veszítenek. Akkor jön az a sokadik elem, az a hátulról jövő megfoghatatlan, de mégis az ember és az emberiség egyik legnagyobb mozgatórugója. Hiszek valamiben, hogy amit csinálok, az jó. Tovább kell mennem, és a problémát lehetőségként kell kezelnem. Na de most már tényleg nagyon elkalandoztam. Ugye nem erre számított? Vagy igen? Van, aki ilyenkor elszontyolodik, mert több segítséget és egyszerűbb megoldásokat vár. Van, aki ilyenkor csodálkozik rá, hogy hoppá, tényleg ezzel kell szembenéznem. És van, aki dühösen hárít. Ezt is el kell fogadjam. Minden esetre, ha mindezt megtesszük, amit az előzőekben elmondtam, akkor legalább azzal elégedettek lehetünk, hogy a tőlünk telhető maximumot nyújtottuk, és ez se kevés. És általában be is visszük a célba a dobásunkat. Mikor lesz eredmény az értékesítésben? Hát lesz, de a vevőt nem lehet sürgetni, és a versenytársaktól sem várhatjuk el, hogy ügyetlenül dobjanak, vagy félreálljanak. Ugye nem? De tőlem el lehet várni, hogy egy komolyabb segítséget adjak, konkrét kérdésekre konkrét választ. El lehet várni, és meg is teszem, hogy mikor lesz eredmény. Együtt gondoljuk át, hogy mit gondol erről. Szeretném, ha megosztaná velem. Keressen meg Skype-on, beszéljünk róla. És további tájékoztatásért keresse fel a weboldalunkat is. Ó, tudom, ilyenkor egy jó értékesítési marketing oldal végén ott van a konkrét ajánlat. Aki ezt nem teszi meg, az gyakorlatilag nem volt profi kommunikátor. Igen, én azt gondolom, hogy nekem ez ide nem kell. Ha mégis tévedek, akkor így jártam. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van elég energia, belátás ahhoz, hogy eldöntse, hogy én vagyok-e a partnere abban, hogy eredményes legyen, vagy sem. Ugye igazam van? Legyen önnek is üzlet a kommunikáció. Ezt kívánom!